Két kártyát, amit szeretnék bemutatni. Az első lesz a Revolver, amely az Issy Shot 55 videójában láttam. A végén magyarázat is lesz mindkettőre. Az első szükségem lesz a kiválogatott mokkukra, pikkekre, ki ahogy nevezi, az ászra, az alsóra, a filkóra vagy hármasra és a királyra. Így rápakolom őket a pokli tetejére, és le is veszem őket. Így a király, mag, ármas és berakom. Csak így egyet így ütök rá, az egyik kártya már is megfordul. Még egyszer. És még. Még egyszer. És ugye most már csak a király kell megforduljon. Nem illetve. Igen, abban is sikerült. Megfordítom, és valóban a király. Beteszem a királyt legalul. Beteszem szóval legalul. Nem kóstolom. És megrázom is ismét is. Voilà. Nem fordult meg, de ugye, hogy én most megráztam, ezért a hátuk változott megint. És ha megfogom az egyiküt, és bétőrülöm az egésznek, akkor meg fog változni. A magyarázat. A magyarázat nagyon egyszerű, ide kell egy plusz más színű hátulap, a király, amit legfelül kell rakni. A másik kukot elézedjük, és úgy kell rárakni, hogy a király legfelül, hármas, kettős és az ász. És ilyenkor, amikor vesszük le a legfelsőt is, vagyis a királyt is le kell venni, és ilyenkor csak így elfordítjuk, így, és leszedjük, hármas, a királyt megfogjuk, berakjuk az ász és a kettős közé. És ilyenkor már csak színészkedni kell, így. És örökkel legutolsóra fordulni. És csak így készedni. Ugye, hogy a hármas nem szabad. És ilyenkor még csak egyszer. És ugye azt hiszi király, de közben a király is itt van. És a kettőst legalább megfordítjuk. És be így ide. Utána már a trükk. Én nyertem. És még egyet szeretnék mutatni. Ezeket így bépakliba. Egyedül a hármost hagyom meg. Legalul. Ez a trükk. A hátlapszín váltás lesz. Unához csak a nézőt meg kérem, hogy húzzon egy lapot, mondjuk ezt. Bocsánat. Az ugye a sárga az. Egyet emelek. Egyet csettintek, és én hosszan nézem, itt lát is. Az egyik lapnak a hátra megváltozik. Ugye, hogy a király itt van, milyenkor nagyjának adjanak arra. Ha megnézem, hogy mi az, hát akkor kiderül, hogy a nézőnek a választott lapja. Így lerakom, és a királlyal meg is nyomtatom. Egyet csettintek, és voilà, egyik se fog, és egyik hátlapszínű se változott. Megkérem a nézőt, hogy valamikor mondja, hogy stop, mondjuk most. Megkérem, hogy jegyezzem ezt a lapot. Egyet pöckölök, egyet csettintek, és ismét megnézem, hogy valamelyik kártya változott ide. Nem. És le is számolom. De, ahogy láthatják,
nem változott. De ugye én csettintettem, és voilà. Magyarázat. Itt is 2/3-ról lesz szükség. Hát, másik 3-os valahol. Itt is van. Ezt békét tenni, úgy kell, hogy a melyik a pokli, melyik a saját pokli, azt kell ide rakni, és a másikot így rá. És a nézőt megkérjük, valahogy úgy kell mutatni, hogy ne érjünk el a legalsóit, akkor alapból. Nézzé, húz egy kárt, mondjuk ezt. Így rá kell emelni. Így itt van a néző kártyája. Így ráemeljük. És ugye már alapból ott van a piros lap, de mi eljárt tudjuk, hogy most változott. Ilyenkor egyet csettintünk, fújunk akármi. És csak annyi a dolgunk nekünk, hogy meg kell keresni ezt a kártyát. Itt lesz az egyik 3-os, és itt a másik. És itt a double liftet kell alkalmazni, ugye mind a kettőt kell emelni, de ezt úgy, hogy a néző ne vegye észre. Csak így kitoljuk, és így. Ugye itt van, és akkor automatikusan a 3-as tesszük le. Ilyenkor csak megkérjük a nézőt valamikor, mondja stop, és egyből a legalsó lapot mutatjuk meg, ami esetünkben a 3-as. Lefordítjuk akármi innen. És utána már meg is nézhetjük, mert egyik se lesz piros hátlap. Köszönjük, hogy megnéztétek a két videómat. Kérlek, kommenteljétek, lájkoljátok, de akinek nem tetszik, az ne diszlájkolja. Sziasztok!